Köszöntöm nézőinket! Foci és Sport című műsorunk vendégei Ajkler Zita és Papp Kriszta lesz ma. Mindketten atléták, mindketten túl vannak a 30-on. Egyikük még most készül a pályafutásának a csúcsát elérni, másikuk túl van az aktív sportolói pályafutáson. Hogyan váltanak? Mi történik az életükben? Hogyan lehet sikereket elérni? Hogyan kezelik a sérüléseket? Mindenről szó lesz, hogyha megnézik a Foci és Sportot. Ajkler Zitával, aki mai beszélgető társam itt a Foci és Sportban, arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne megfogalmazni a mai beszélgetésünknek a témáját, és szeretettel köszöntelek, hiszen atlétáról van szó, aki távolugró volt, aktív sportoló, versenyző, rengeteg magyar bajnoki címmel, rengeteg világversenyen való részvétellel és jó eredményekkel. Egyébként most a hétköznapokban pedig sportkommentátorként és edzőként tevékenykedik. Szóval az lesz a mai beszélgetésünknek a címe, hogy élet, illetve a hétköznapok a versenysport után. Tudatosan készültél te a sportolói életviteled alatt arra, hogy mi lesz, hogyha történik veled valami, vagy kiöregszel? Bevallom, őszintén nem. Nem tudom, hogy a sportolók között van-e olyan, aki tudatosan, biztosan egyébként van. Én az voltam, aki úgy gondolta, hogy sosem fogja abba hagyni. Tehát ilyen nyilván nincsen, főleg az atlétika azért a távolugrás nem az a sport ág, amit évekig el lehet egy bizonyos kor után húzni. De nagyon szerencsésnek érzem magam abból a szempontból, hogy adódott mindig jókor egy olyan lehetőség, amit meg tudtam ragadni, bár nagyon sokszor a második adódó lehetőséget tudtam ugyanabban a témában megragadni, tehát még kegyesebb volt a sors, de tényleg azt gondoltam, hogy amit csinálok, azt imádom, a sportot, az atlétikát, távolugrást, és hogy az sosem lesz vége, és hogy majd lesz valami, nem bevallom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy az lesz belőlem végül, ami lett. Mert végül is azért áruljuk el a kedves nézőknek, hogy ugye két egyetemet is végeztél, hiszen az ELTÉ-t is elvégezted, és a testnevelési egyetemet is, ami pontosan az ellentéte annak, mint amit mondtál, mert azért versenyzés közben mindezt meg is csináltad. De kezdjünk egy picit visszamenni a gyökerekhez. Nagyon sok aktív és kimagasló teljesítmény sportolóval beszélgettünk arra, hogy mennyire meghatározó volt az általános iskola, és az általános iskolán belül a tanárnak, az első testnevelő tanárnak az irányultsága. Ott, ahol focival foglalkozott, ott focistákat neveltek. Ott, ahol szertornász volt a tornatanár, ott szertornászokat neveltek. Nálad ugyanez elmondható? Igen, de akkor én kézilabdával kezdtem. Tehát nálunk az atlétika az úgy benne volt, és de valahogy a kézilabda volt általános iskolában, ami köré épült a történet. De hát egy olyan faluból érkezem, amely 1100, vagy valahogy így, tehát egy éppen, hogy 1000 fős, és egy-egy osztály volt egy évfolyam, voltuk benne 10-15-en, tehát úgy mindenki ismert mindenkit, és valahogy a kézilabda volt az, ami felé elment az iskola. Egyetlen iskolának voltak jó sporttorlási lehetőséggel való adottságai? Nem annyira. Ugye volt két lábunk, az atlétika az azért adta magát, meg volt egy kézilabda pályánk, az is egy ilyen kisebb valami volt, kb. A fele, mint egy normál pálya, de aztán eljutottunk valamilyen magasabb szintre, azt hiszem, hogy területi, vagy tehát már a körzetünkből kiléptünk, és tulajdonképpen ott találkoztunk először az igazi kézilabdával, ami már komolyabb, felkészültebb csapatokat jelent, és én máig emlékszem arra az élményre, amikor rájöttem, hogy ez egy számomra sokkal durvább sport, mint amit én viselnék, és akkor így inkább a másik irányba mentem el, az meg ugye az atlétika volt, mivel más nagyon, tehát nem voltak tornaeszközeink, ahogy említetted, aki esetleg tornára tud menni, vagy tehát úszod, messze menők, így minden, ami ilyen bármi eszköz igény, sport volt, az azért nagyon szűk határokat. Tehát maradt akkor a futás és az ugrás gyakorlatilag. Hát az úgy kialakult, bevallom őszintén. Abban talán egy pici közöm már volt, hogy arra mentem el. Az első edzőm volt számomra az, aki úgymond felfedezett egy ilyen iskolai versenyen, és én bevallom, így utólag viccesen hangzik, de tényleg azért mentem el, mert úgy sokszor unatkoztam otthon iskola után, és úgy nem nagyon volt mit csinálni, ez egy olyan lehetőség volt, amit ki tudtam használni, új ismeret
ismerteket, ismerősöket is tudtam szerezni, és egy nagyon jó csapatba kerültem, ez még Pásztón volt Nógrád megyében, és utolsó két évenben jártam oda fel hetente többször busszal, egy ilyen 3/4 órás történés volt az odaút, meg ugyanannyi a vissza, de örömmel csináltam, mert élveztem. Tényleg nem is magát az edzéseket, hanem inkább a csapatot, akit megismertem, és utána a gimnáziumban meg egy másik edzővel kerültem kapcsolatba, aki aztán azt gondolom, hogy a legtöbbet hozta ki belőlem, és ha nem is mindent, de majdnem mindent neki köszönhetek, és ott meg tulajdonképpen folytatódott ez az egész. Bár ott már áthelyeződött a hangsúlya a melóra, és 400 méteres gátfutás volt az, ami felé mi elindultunk, de az egy nagyon gyilkos szám, tehát annál kevés kegyetlenebb van, és én nagyon nem voltam jóban ezekkel a hosszú futásokkal, résztávokkal, amikor az ember tüdeje kiszakad, én nagyon nehezen viseltem ezt, nem tudtam még akkor szenvedni, és akkor egy picit úgy elindultam arra felé, hogy akkor mi lehet az, amikor ugye nem csak egy lehetősége van az embernek, ugrásnál alapelő három, bármilyen futásnál lőnek, és onnantól kezdve, ha azt az ember elrontja, akkor ennyi volt. Magas nem voltam, vékony sem annyira, amennyire egy magas ugrónak kellett volna, nem is ment annyira, és akkor így valahogy így kialakult ez a távolugrás, de ez ilyen 20 éves koromra tisztázódott lett. Tehát egy 5 évig azért úgy mindent csináltam. Mindent, ami atlétika. Igen. Megint visszatérünk egy picit a kezdetekhez, és azért, mert ugye ezeknek a műsoroknak van egy olyan háttér üzenete, amely értéket adhat, illetve útmutatást a szülőknek. Manapság ugye az van, hogy a szülők kerültetik a gyerekeket sportolni. Már korán áldoznak arra, hogy elviszik mindenhova. Te ezzel szemben saját magad választottad. Fölültél hajnalba, buszra elmentél edzésre. Tehát nem kell félteni gyakorlatilag a gyerekeket, mert nincsenek tükörtojásból, vagy nincsenek üvegből, hogy összetörjenek. Tehát lehet hagyni, hogy saját maguk kibontakozzanak. Én szerintem egy hajnali buszjáraton nem történhet olyan nagy probléma, tehát meg lehet találni azokat a formákat. Ez az egyik, ugye, hogy szerintem saját maguktól is választhatnak a gyerekek, és lehet őket engedni. A másik az, hogy ugye te mondtad, hogy gyakorlatilag az, hogy távolugró legyél, az 20 éves korodra alakult ki. Azóta ugye edzőként is tevékenykedsz, és az edzői mi voltodból is látod, hogy vannak olyan sportágak, amit nem kell 8 évesen eldönteni, hogy a gyerekem oda fog tartozni. Mert nagyon sok sportágnál ugye tudjuk már, hogyha 8-10 évesen kezdi el, akkor kiöregedett belőle. Igen. Hogy van ez a ti szakterületeteken? Nálunk alapvetően mindenki úgy indul, hogy mindent megpróbál, mert ugye, ahogy mondod, nálunk atlétikában nem derül ki rögtön, lehet, hogy mondjuk valaki a sérülés után felszed annyit, hogy nem igazán lesz belőle egy magasugró alkat, viszont nagyon jól mennek a dobások, vagy kialakul az a kapillarizáció, ami alapján rá lehet tenni őt arra az útra, hogy hosszú távfutó legyen, vagy kiderül az, hogy neki annyi gyors rostja van, hogy így, amíg én oda megyek a falig, ő már vissza is ér, tehát sokkal gyorsabb, mint a többiek. Tehát ehhez időt kell adni, ugye vannak ezek a fejlődési szakaszok, amikor az ember nyúlik, aztán hozzáhízik, erősödik, tehát vannak olyan jelek, ami alapján már kiskorban lehet tudni, hogy ez a gyerek inkább erre megy majd el, de igazán a serdülés befejezése utánra tehető az az idő, én legalábbis úgy gondolom, amikorra egyértelművé válik, és ez ilyen 18 évnél hamarabb. Addig is lehet specializálódni, de nagyon sok olyan példát láttam magam körül, hogy aki túl korán specializálódott, az nem jutott sokáig. Tehát nem volt hosszú a karrierje. Lehet, hogy eredményes volt ifjúsági korban, vagy juniorban, tehát eljutott 20-22 évig, viszont ott nem volt tovább. Tehát onnantól kezdve már nem volt mit hová építkezni, vagy edzeni, tehát ott sokszor nagyon kevés az, aki fiatalon is, és felnőttként is kiváló eredményeket, tehát kimagasló eredményeket ért el. 20 éves kor tehát abszolút nem egy késői kor arra, hogy az ember berobbanhasson a köztudatba atlétaként. Az ugrás az hogyan indult el nálad? Tehát ugye mondtad, hogy a magas ugráshoz nem voltál elég magas. Ugye tudjuk, a futásnál a tized meg a század másodpercek számítanak, itt pedig a centiméterek. Milyen ütembe kezdett el fejlődni ez? És fejlődötte valamit
Az eszközállomány, mert ezt mindig meg szoktam kérdezni, tehát maga az ugrógödör, mindegy, hogy miben ugrotok, miről ugrotok el, milyen cipőbe ugrotok el, soha nem volt még nálam távolugró, tehát borzasztó kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami segíteni tud a saját magad edzésmód szerint, illetve az edzőn kívül. Én úgy gondolom, hogy alapvetően nagy varázslások nincsenek, tehát lehet bármilyen cipő, nyilván egy bizonyos szint felett, ott már nagyon fontos, hogy mindenki a sajátosságainak megfelelő kiképzésű cipőben, ilyen speciális cipő, szöges cipőnek hívjuk, és mégis kis szögek is vannak az elején, amiben meg tud kapaszkodni az ember a deszkán. De alapvetően nagy trükkök nincsenek. Itt az edzés módszerekben vannak elrejtve a kis ördögök, illetve saját példámból okulva azt tudom mondani, hogy az edző, illetve a versenyző, amikor megérik fejben, az jelenthet egy minőségi változást, mert lehet mennyiséggel is elérni eredményt, csak ahogy említettem, az nem biztos, hogy hosszú távon tovább fokozható egy bizonyos szint után, viszont rengeteg olyan módszer van, ami akkor még ismeretlen volt, olyan eszközök, olyan technikák, és ezeket mind be kell építeni. Minden új inger, mind olyan dolog, ami hozzá tehet, nem feltétlenül, mert lehet, hogy csak egy ilyen úgymond tényleg varázslás az egész, és a végén nem érünk el vele plusz történést, de egy olyan új ingert is adhat, ami pont kellhet, hogy mondjuk, ha valaki megreked egy szinten, és nem tudja, hogy hogyan javuljon tovább, ezek ilyen platók, amikor így el van az ember, nekem is voltak évekig, amikor a fejem tetejére álltam, akár nagyon sokat edzettem, keveset, ugyanannyit kb. Ugrottam, ilyen 10 centi belül plusz-minusz, és egyszerűen nem volt tovább. És mi például az akkori edzőmmel, ez pont a 98-as Európa-bajnokság előtti év volt, ami után tudtam, hogy végezni fogok a főiskolán, és akkor olyan nagybetűs élet jön, és akkor lehet, hogy vége a sportnak, mert azért akkor nem ebből éltem, hanem tanultam, és valamit kell majd kezdenem, tehát nem tudtam, hogy még mit, de valami lesz. És mi arra fektettük a hangsúlyt, hogy amit csinálunk, az minőségi legyen. Tehát az edzőm az egy ilyen 100%-os skálán mindig pontozta, hogy hol tartok, és az elején egy 2-3 hónapig sosem jutottam 50 fölé. Tehát innen indultam, hogy nullára leromboltuk az addigi kialakult mozgásképet, mert az nem volt már hatékony. Tehát ha mást akarunk, akkor más kell csinálni. És innentől kezdve tehát olyan kegyetlen lelki gyötrődés volt, amikor eddig amit csináltam jó volt, és akkor kapok rá egy 20%-ot, hogy de hogyha többet akarunk, akkor ezt a térdet 3 centivel emeld meg, azt tarts ki tovább. Tehát ilyen apróságok, amikre viszont azt gondolom, hogy megint egyedi, hogy ki mikortól tud annyira odafigyelni. Van, aki már mondjuk 16 évesen is képes olyan mozgásképet produkálni, mondjuk egy tornásznál nyilván sokkal fejlettebb ez a történés. Én nekem ez ilyen 22 éves koromban jött el, hogy akkor tudatosan, igen, kerül, amibe kerül, akkor ezt végigjárjuk, és hát kőkemény fél év volt, de tényleg nagyon durva, viszont utána meglett az eredménye. Háromszor váltottál gyakorlatilag, ahogy olvastam az életrajzodban, edzőt. Gondolom mindegyiknek teljesen más volt a módszere. Ezek szerint nagyon nehéz egy újfajta edzésmódszerhez alkalmazkodni, tehát mindent törölni kell, ami odáig volt? Alkalmazkodni kell tudni, illetve összecsiszolódni az edzővel. Az első edzőm nekem úgymond, aki nevelő edzőm volt, én nagyon sokáig, tehát nála nőttem fel, tulajdonképpen nála kezdtem komolyabban venni, és ő minden rezdülésemet ismerte a 8 év vagy 10 évig, amikor együtt voltunk a végére. Tehát tudta, hogy jó, akkor ma nem ezt csináljuk, mert ma nem vagy rá képes, vizsga után jöttem, bármi történt, ő azt látta abból, hogy bemelegítő futást hogyan csináltam meg. Egy új edzőnél ez nincs meg. Tehát, milyen eredményeket értél el vele? Az első edzőmmel lettem az első Európa-bajnokságomon 6., és kijutottam az első olimpiámra is. Tehát akkor végül is jó edzésmunkát végeztetek, hiszen ugye ez volt a Sydney olimpia, olimpián 6. lenni, azt gondolom, hogy senki nem várta egy magyar versenyzőtől. Itt robbantál be, én azt gondolom, a köztudatba. Igen. És ugye az Európa bajnoki eredménnyel is. Mit vártak el tőled ebben az időszakban? Hát ez előtt semmit, ezután mindent. Tehát sajnos ez a tipikus
hát végül sportolói mentalitás is, hiszen én is úgy gondolom, hogy túl sokat vártam el magamtól, hiszen a semmiből jöttem, ahogy mondod, én magam sem gondoltam volna, hogy ilyen eredményre képes leszek, soha, nem csak akkor, hanem előtte sem, és utána viszont maximalista vagyok, azóta is, ami nem mindig kegyes, és azt vártam el, hogy ez ugyanilyen ütemben fejlődjön, ami nyilván nem, ha mai fejjel, ha csak azt az eredményt akartam volna megtartani, amit abban az esztendőben, tehát hogyha szinten tartás lett volna a cél, akkor sokkal hasznosabb lettem volna magam számára, tehát nagyon kemény csatákat vívtam én belül, mert sosem voltam elégedett, és akkor ez így tovább gyűrűzött, én úgy gondolom, de hát idősebben nyilván okosabb az ember, akkor úgy történt minden, aztán jött az edzőváltás, jöttek az új versenyek és az új eredmények. Mit hoztak ezek? Hát az első év az egy eléggé, azt kell mondjam, hogy kellemetlen év volt. Nehezen csiszolódtam össze mindkét új edzőmmel. Az első évek azok rá is mentek mind a kettőjüknél az első fél év attól függően. Utána viszont mind a kettőnk engedett, ő is, illetve én is, és akkor már találtunk egy olyan közös utat, amerre egyszerre egyfelé toltuk a szekeret. Az első edzőmnél utána egy fedett pályás Európa-bajnoki hatodik helyet tudtam szerezni, illetve kijutottam Univerziádéra, a másodiknál pedig Univerziádi bronzérmet szereztem egy két évvel későbbi történetben, illetve akkor jutottam ki egy második olimpiára is. Ott már sajnos sérültem, próbálkoztam csodát művelni, ami nem jött össze, de hát ez is megtörtént. Ahogy olvastam az életrajzodba, és akkor muszáj egy picit beszélni a sérülésekről, borzasztó sérülékeny volt a lábad. És azt mindig, amikor valahova eljutottál volna, ott mindig jött valami. Lehetett volna ezeket kezelni? Vagy egyszerűen odáig hajtottad a szervezetet, hogy gyakorlatilag összeroppant a bokád? Igen, én ezen is rengeteget gondolkodtam, de én is azt gondolom, hogy elértem azt a határt, amit nem bírt tovább. Mert nagyon sokáig pont az volt az erősségem, lehet, hogy a vidéki gének, de egyáltalán nem sérültem. Tehát szinte bármilyen munkát, bármilyen edzést el tudtam végezni, és regenerálódtam, ment minden maga útján, jöttek az eredmények belőle, és amikor elértem az eredményeimnek a tetejét, ott egyszer csak máig nem tudom, hogy meg tudtam volna-e bár. Tehát semmi olyan jele nem volt az első sérülésemnek, hogy ott kellett volna egy megállt parancsolnom. Tehát azt gondolom, hogy az pont az volt, amikor nem kellett volna pont az utolsó ugrást, amikor egy recsenés volt, és az úgy eléggé elvitte, egy ilyen másfél évig keresték az okát, hogy mi történt a lábfejemben, mert hogy minden úgy látszatra rendben van, de mégsem tudok lábújhegyre állni. Igen. Tehát az úgy annyira kellemetlen, hogy kéne találni, mert nem csak a sportot nem tudom folytatni, hanem minden a életben akadályozott, és aztán az így nagy nehezen rendbe jött, de tényleg másfél év alatt. És a második, azért az egy nagyon hosszú idő. Nagyon, egy sportoló életében meg az rengeteg. Igen, tehát az három szezon, két téli, egy nyári, és az az igazság, hogy alapvetően én is úgy vagyok vele, hogyha egy sportoló egy teljes év után nem tud valahova visszajönni, ott azért már nagyobb gondok lehetnek. Igen. Tehát ott már nem azt mondom, hogy leírja sok ember, de ott már bennem is bennem lehet az, hogy van-e ennek értelme, kell-e ez tovább. Tehát ott már nagyon kemény. De hát te nem voltál egy feladós típus. Az hát egy feladta volna? Én úgy gondolom, hogy igen. Igen. Tehát te voltál az, aki azt mondta, hogy nem? Föl fogok én épülni, és akkor még tovább megyünk. És akkor megint jött gyakorlatilag egy edzőváltás. Igen, aztán hát az tulajdonképpen inkább kényszerből, nagyon idős volt a második edzőm, aki azóta sajnos el is hunyt, és kerestem, mert tényleg nagyon kevés olyan edző van, akit akkora már tudtam, hogy mennyire fontos, hogy hogyan találok jó edzőt, és ez azt gondolom, hogy nagyon nagy probléma, hogy egyre kevesebb edző van Magyarország, nem csak atlétikában úgy gondolom, hát ez akkor sem volt másképpen, és egy kiforrott sportolót, akinek már megvan a maga rigolyája, idegbaja, stb. Minden, nem mindenki vállal egyrészt, másrészt meg aki elvállal, sem biztos, hogy jó irányba fogja terelni, vagy... Tehát, mások az elképzelései. Igen, teljesen más. Arra nem gondoltál, hiszen akkor már elvégezted a főiskolát, hogy saját magadnak az edzője legyél? Volt ilyen is, csak nem volt hatékony. Tehát kívülről kellett egy olyan valaki, aki esetleg a holtponton átsegít, hogyha technikai edzés volt, akkor mindenképpen kellett a külső szem, hogy elmondja, hogy jó, ezt így, ezt úgy, azt amúgy csinál. Tehát érzi az ember belülről, de hogyha mondjuk egy olyan mozgást begyakorol, akkor onnantól kezdve azt a pici különbséget
kell egy külső, sajnos ezt kell mondjam, mert megpróbáltam, de az nem igazán működött, és annak is egy olyan, mondjuk annak egy olyan sérülés vetett véget, amikor már úgy éreztem, hogy kezd rendbe jönni a dolog, ami meg azt gondolom, hogy abszolút ez a valahol balszerencsés történés, egy ilyen ideiglenes pályát raktak össze, és az egyik elem rosszul volt összerakva, én egy hármasugrás szögdelésből odaérkeztem meg, és ahogy így beremegett, ez egy ilyen fedett pálya volt, ez a rezonancia törte el tulajdonképpen a bokámat, mert tehát ott azért, hogy elég nagy erők játszanak, és az így, és sokáig nem így derült ki, egyébként ez lett a vége. Ezt a biztosító, ezt térítette? Nem, ilyen, hogy sportbiztosítás akkoriban nem nagyon létezett. Volt. Én nem tudom, hogy azóta van-e. Erre csak úgy kíváncsi voltam, mert azért ez egy borzasztó, hát gyakorlatilag ez a törés, ez aztán azt jelentette az, hogy itt majdnem itt a vége fuss el vére, de hát nem vagy olyan feladós. Egyébként ebben az időszakban találtak meg téged az Eurosporttól, hogy na, ha itt van sérülten ez a játékosunk, mindenhez ért, ami atlétika, akkor kommentáljon nekünk. Egyébként igen, tehát ezért gondolom, hogy valahol azért a sors vagy az Isten, kinek mi vigyázott rám, mert pont volt egy ilyen műtét, mert hogy ugye a törött bokából egy ilyen kis tiktaknyi darab az ott így vándorolt mindenfelé, ami letörött, és tulajdonképpen akkor jött egy ilyen e-mail, hogy munkatársakat keresünk, minden regisztrált fórumozónak küldtek, és én bevallom őszintén úgy mentem el, hogy persze, hát ugyan már, mert miért? Biztos megvan már, aki fogja csinálni. Igen, tehát tényleg ez a esélytelenek nyugalmával, tehát nem is értettem semmi, nem is érdekelt semmi más, mint az atlétika, de ahhoz is alapvetően sem a hosszú távfutáshoz nem értettem, meg a többihez sem annyira, mint amennyire most már próbálok, de elmentem, mert miért is ne, és aztán abból nőtte ki tulajdonképpen magát, de egyébként volt felvételi, amit hát annyira nem túlságosan jól abszolváltam, de szerencsére volt olimpikon ösztöndíj, úgyhogy így bekerültem, azt hiszem, hogy valami 38 pontot értem el a 150-ből. Ez nem volt elég arra, hogy azon a jogon tovább menjek, és tulajdonképpen ez is olyan érdekes, hogy másfél évig jártunk be gyakornokoskodni, és a legvégén, amikor már úgy lehetett látni, hogy arra a szintre nem fogok tudni, megműtötték még egyszer közben a bokámat, tehát hogy az a szint az már elment, mert nem lett tökéletes, sajnos nem sikerültek a műtétek úgy, ahogy én szerettem volna, és akkor jött ez a váltás lehetősége, ami meg tényleg ez a elképesztő. Igen, nagyon érdekes. Egészen más műsort vezetni, így beszélgetni valakivel, mint egy versenyt közvetíteni. És itt muszáj ezt egy picit még kifejtenünk, mert tulajdonképpen ez egy borzasztó nagy fölkészülést igényel, egy nagy szakmai tudást, és hát ugye sokszor a televízió előtt nézitek, és onnan te kell kommentálni, tehát nem minden kommentátor jut el a helyszínre, mert egészen... Igen, régebben más volt, mert ugye nem voltak ilyen technikai lehetőségek, de most gondolom, ültök a süket szobába, figyelitek és nézitek a rezdüléseket. Hogyan tudsz ezekre készülni? Hát nehéz, tehát sokkal több, ahogy mondod, tehát aki nem volt benne, vagy én nekem is meglepő, hogy mennyire sok felkészülést és időt kíván egy ilyen történet, elképesztő, tehát órákig lehet készülni rá, mert az ember megkapja a rajtlistát, ott van 30 név mondjuk, és mondjuk veszünk egy világbajnokságot, vagy egy olimpiát, és akkor úgy alapvetően ott van egy számban 30 ember, de kapsz egy napra 5 számot, és abból mindig te készülsz fel, mert semmi többet nem kapsz, úgyhogy másabb, de amiről az ember szeret beszélni, mert az élete volt, és még a mai napig valahol az valahogy úgy más, tehát nem úgy érzi, nem érzi úgy feladatnak, mint ahogy az atlétikát sem éreztem soha feladatnak, vagy hogy bármiről lemondtam volna, mert azt csináltam, amit szeretek. Oké, hogy olyan, mint egy vizsga egyébként, csak itt nincs nagyon múl javításra, de hát az egy kicsit úgy drukkosabb. Tehát akkor gyakorlatilag minden egyes versenynél vizsgázni kell, és mindegyikre nagyon erősen föl kell készülni. Az atlétikai számok közül melyik az, amelyiket legszívesebben közvetítesz? Hát a távol és a hármas ugrás, ez a kettő. Tehát nyilván megmaradt. Tehát még mindig megmaradt az, hogy az ugrás, igen, és a többi, azzal, hogy birkózzol meg. Hát a hosszú táv és a rövid táv futás, azok azért úgy távol állnak tőlem. Az egyik azért, mert nem értem, hogy én nem vagyok képes ilyen hosszú távon sokat egyszerre futni, tehát nekem az ilyen hű, meg hát. A dobásokat azt csináltam, próbáltam, semmi közöm nem volt hozzá, de ahhoz van legalább valami élményem. Tehát igen. Az atlétika az még úgy elmegy, ami nagyon nehéz volt, én műkorcsolyát is közvetítek,
Na, az igen. Az, na, akkor sokszor sírtam, hogy ezt én soha nem fogom megcsinálni, tehát a sokkal nehezebb dió volt. És akkor ezekre hogy készültél? Meghallgattad, hogy mit tudom én, hogyan közvetített annak idején Vitrai Tamás, vagy Zelinka Ildikó, és pontosan. Akkor próbáltad ellesni a fortélyokat? Pontosan így, ahogy mondod, videókat néztem, akár versenyekről, akár régi közvetítésekről, és próbáltam meg tudni, hogy nagyjából mire kell figyelni, de tényleg kőkemény évek mentek el az elején, arra egyáltalán, hogy az ugrásokban biztos legyek. Hogy melyik a szálhov, melyik a leszúrt ritmek. Tehát tényleg az elején, amikor odaültem, reménytelennek tűnt a dolog. De a kürt azt megkapjátok, hogy minek kell következni, csak azt észre kell venni, hogy kimaradt-e az az ugrás, van, vagy sem, vagy abból dupla lett, vagy tripla. Így van, tehát, hogy mondjuk valaki az elején ront, mert ugye az elejére teszi a nehézelmet, az elején ront, és onnantól kezdve így téphetjük össze a papírt legtöbbször, mert hogy teljesen átvariálja a programját, és onnantól kezdve már nem hagyatkozhatom a papírra, mert esetleg más tesz be, és azt viszont nekem látnom kell, mert nyilván nem a hozzáértőknek közvetítünk, mert ők mindig többet fognak tudni tőlünk, de igenis nagyon sokan vannak, akik az ugrásokat azért felismerik, és nem vezethet félre az ember, tehát felelősség ott ülni, és nem beszélhet butaságokat az ember, bár bevallom, sokszor történt, amikor azt sem tudtam, hogy nagyjából mondtam. De kivágtad magad, és a nézők nem nagyon vették észre. Bevallom, a főnökség? Volt egy-két vicces, és utólag inkább vicces, mint akkor nagyon kellemetlen történet, amikor nem úgy sikerült a dolog, és próbáltam kimagyarázni, vagy kivágni magam, de hát a végén volt, amikor így fejemet így, hát akkor ezt most így újra mondanám, de nem lehet. Tehát van, amikor olyan szintre süllyed az ember, hogy ott nincs tovább, és akkor be kell ismerni, hogy hát emberek vagyunk, ezt elrontottam. Egyébként ezzel soha nincsen semmi probléma, amikor veled mered vállalni azt, hogy hoppá, ezt most éppen nem így gondoltam, vagy nem jól tudtam. De én szerintem tévedni teljesen emberi dolog. Egyszerni, gondolom ma már nem egyszer. Hát ilyen nyár közelettével néha azért néha igyekszem. Igen, mert jársz, tehát akkor azért megmaradt valami a sportból. És edzőként tevékenykedsz? Érdekes, nem atlétikában, a vívó válogatottnál vagyok erőnléti edző, és a női kard csapatnak, illetve a tűrözőknek vagyok az edzőjük. Tehát ilyen abszolút az atlétikában eltanult dolgokat kamatoztatom, illetve alkalmazom náluk is, csak teljesen más az ő életükben az, amire készülünk. Ugye nálunk van mondjuk távolugrásban egy 10 másodperces valami, aztán fél óra megint 10, náluk ez sokkal hosszabb, és többször jön elő. Tehát annyira más, hogy rengeteget kellett hozzátanulnom, hogy nekik mi a jó, de hát ez is egy kihívás, valahol az a kihívások azok mindig kellenek az életben. Az a szak, a rekreáció szak, amit te elvégeztél az ELTE-n, és aztán nem tudom, hogy a TFN mellé tudtál-e még valamit tanulni, ez segít az edzői tevékenységedben? Nagyon sokat, igen. Én azt gondoltam, amikor elvégeztem, hogy ennek igazán nem fogom majd hasznát venni, de rengeteg minden visszaköszön, amit utólag veszek észre, hogy aha, ez is onnan jött, vagy az is, tehát ilyen érdekes, hogy mi mivel függ össze, amit még akkor hajlan nem is gondoltam volna, az később lehet, hogy nagyon fontossá válik, és ez például egy ilyen történet. Az utolsó gondolatként szeretném megemlíteni a nézőknek, hogy egy az Eurosporton közvetít Eichler Zita különböző versenyeken a háttérben. Nem hiányzik maga az a képernyőzés? Mert aki kommentárként van, az benn van a szobácskába, a tévéjével, vagy kint áll a pálya szélén. Nem hiányzik, hogy megismerjenek, hogy tudjanak azonosítani. Mennyi arcos képernyőhöz jutsz az Eurosporton? Egyáltalán nálunk nincs ilyen, tehát mi arctalan hangok vagyunk tulajdonképpen. Még az sem biztos, hogy a hangom alapján megismernek, mert van egy másik kommentátor, akinek elvileg azt mondták már, hogy hasonló a hangszíne, mint az enyém. Érdekes a kérdés, mert az valahol, mivel versenyző voltam, egyéni versenyző, hiányzik, hogy a figyelem úgymond rám irányuljon. Megtanultam ezt kezelni. Azt gondolom, hogy valamit valamiért. Én hálás vagyok a sorsomnak, hogy ide jutottam. Nem biztos, hogy a képernyővel jobban jártam volna, de néha azért természetesen a kis hiúságomat legyezte volna, hogyha ha képernyős ember kellettem volna. De sose lehet tudni. Sose gondoltam, hogy idáig eljutok, úgyhogy én ennek is nagyon örülök, és nagyon, nagyon nagy
Szóval ez is egy ilyen, amiben ezzel jövök ki jól, de tényleg hálás vagyok a sorsomnak, hogy ilyen lehetőségeket kaptam. Én pedig neked, hogy eljöttél ide a foci és sportba. Gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert kívánok a további munkádhoz, az eddigi eredményeidhez. Ajkler Zita volt a vendégem, kedves nézőink, akit remélem, hogy amikor a sport közvetítéseit hallják, ezután a beszélgetés után már be tudnak azonosítani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.